A Mindenki Akadémiája színpadán Detrick Simonetta, közgazdász. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szívügyem a fiatalok fejlesztése, saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen nehéz kérdés ez, ezért állok itt ma önök előtt, hogy a párbeszédet elősegítsem a nemzedékek között. A cégvezetői szakma már gyerekkorában is érdekelte Detrick Simonettát. Ám ekkor még nem sejtette, hogy egyszer majd a budapesti Corvinus Egyetemen emberi erőforrás menedzsmentből és vezetésszervezésből diplomázik. Papámtól hallottam mindig azt, hogy vezető legyek, mert kiskorom volt, amikor mindig nyáron nyaraltunk, mikor eljöttem, akkor mindig az volt, hogy új, de vezetni milyen jó, és hogy e felé irányítsam magam, és hogy mindig, mikor eljöttem tőlük, akkor így azzal a gondolattal jöttem el, hogy fú, igen, vezetőnek lenni tényleg milyen jó. Jó újság? Meg vagyok, köszönöm. Éppen elkezdtem HB-ozni. Igen? Na, király. Simonetta az országban elsőként alapított egy HR-fókuszú diákszervezetet, a Human Behavior Association-t. Jelenleg a szervezet menedzselése tölti ki az idejét. Erre fordítja a legtöbb energiáját. Van, hogy mondjuk napi 16 órán keresztül is ezzel foglalkozunk, mert diákszervezetet fejlesztünk, ötletelünk, de hogy mégis úgy fekszem le este, hogy oké, testileg elfáradtam, de hogy lelkileg meg teljesen fel vagyok töltődve, mert hogy annyira jó, amit csináltunk. Azt mondja, a szülei sosem ragaszkodtak egy adott diplomához vagy szakirányhoz. Ehelyett mindig arra bátorították, hogy azt csinálja, amit tényleg szeret. Nagyon sokszor beszélgettünk erről, hogy mi az, amit én szeretnék. Elég makacs és határozott gyerek vagyok, szóval ha azt mondtam, hogy ügyvéd akarok lenni, akkor az volt az irány. De hogy ők leginkább arra biztattak engem, hogy a tanulásomat azt mindenki biztosítják, nekem ebben támogatnak, de hogy arra figyeljek, hogy azt találjam meg, ami engem érdekel. Ha munka után kikapcsolódásra vágyik, akkor újra nézi a Gyűrűk ura trilógiát. A híres tündérmeséből egyébként már szakmai előadásához is hozott példát. Sokszor tartunk ilyen filmmaratonokat, hogy a bővített verziókat berakjuk reggel, és akkor estig azt nézzük végig. Detrick Simonetta szakdolgozatában arra kereste a választ, hogy a vállalati HR funkcióknak miért van szükségük perspektívaváltásra. Célja a jövőben, hogy legyen egy saját vállalkozása. Elsősorban fiatalok fejlesztésével szeretne foglalkozni, különböző tréningeket szervezni. Rengeteg médiumban olvastam azt, hogy mi az Y és az Z generáció képviselői, mi fiatalok lusták vagyunk, nem törődünk a határidőkkel, nem vállalunk felelősséget. Tudják, én nem ezt tapasztaltam. Szeretném megmutatni önöknek, hogy mi az én valóságom, mi fiatalok, hogy éljük ezt meg. A generációs szakadék, a fiatalok munkavállalási nehézségei motiválták Detrick Simonettát, hogy generációmenedzsmenttel kezdjen foglalkozni. Ami nekem szembetűnő volt az, hogy nagyon sokszor az Y és az Z generációt, a mostani egyetemistákat úgy definiáljuk, hogy velük problémás foglalkozni, nagyon sok olyan gond van velük, amit nehezen tudnak beilleszteni a céges kultúrába. Ez lesz még érdekes, hogy például mondjuk kiválasztásra, meg utána a szervezeti integrációra kit fogunk hívni. Hát erre szerintem egy pszichológus kéne egyébként. Társaival éppen szakmai karrierprogramot szerveznek. Most az alapozó kurzus tematikáját egyeztetik. Míg az X generáció munkának nevezi azt, amit ő csinál egy cégnél, addig az Y generáció nagyon sokszor feladatról beszél, projektekről, és az, hogy ő mondjuk hogy fogja meg ezt a dolgot, amiben ő dolgozik, az adódhat abból, hogy mondjuk mi milyen toborzási technikákat alkalmazunk, milyen employer branding eszközökkel foglalkozunk. A szervezet alelnöke Jackovics Márton azt magyarázza, milyen fontos, hogy ne csak az emberi erőforrások szakról érkezőket szólítsák meg. Nem csak HR-esek, hanem pszichológusok is vegyenek részt ezekben a folyamatokban. És éppen ezért kell csinálnunk egy olyan kurzus összeállítás, aki mondjuk pszichológiáról jön, vagy gazdinfóról, tehát több helyről érkeznek, nekik is legyen egy HR tudásuk. A szervezet elnöke, Major Fruzsina pedig azt meséli, hogy ötleteikre mennyire kíváncsiak a nagy cégek HR vezetői is. Kifejezetten HR vezetőket kell megkeresnünk, és a HR vezetők általában nagyon-nagyon jól fogadják ezeket, mert ők is nagyon humáncentrikusak, és nagyon értékelik, hogy találkozhatnak egy ilyen lelkes fiatal közösséggel, akik ugye majd a jövő munkaerői évé fognak válni.
másfél, meg a sourcing megint másfél. Detrick Simonetta azt is kiemeli, hogy a mai egyetemisták már nem a hagyományos módon választanak munkahelyet. A közösségi oldalak, a személyes tapasztalatok, vélemények sokkal jobban befolyásolják döntésüket. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ismerősök véleménye alapján döntenek, és ez a legfontosabb, hogy a barátja, a másik egyetemista mit mondott arról a diákszervezetről, és hogyha jót, akkor ő is csatlakozni akar. A Mindenki Akadémiája színpadán Detrick Simonetta, és témája Aktivátorok a jövő generációja. Miért gondolom azt, hogy ez egy releváns témakör? Ugye említettem, hogy sok helyen olvassuk ezt, a szakmában ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy generációmenedzsment. Mit értünk az alatt, hogy korcsoportok, hogy is néz ki ez a szakmai világban? Az alatt, hogy generációmenedzsment, az alatt az amerikai és az ausztrál kutatások alapján azt értjük, hogy egyfajta stratégiai intézkedésekkel foglalkoznak a vállalatok, és ezeket a stratégiai intézkedéseket abban az ügyben teszik, hogy a HR funkciókat hogyan tudják összekapcsolni, és ezen belül lebontani azt, hogy az adott X vagy Y generációs képviselő hogyan működik a munkahelyen, milyen a vállalati szférában betöltött helye, hogyan tudják őket összhangba hozni. Maga a generációmenedzsmentnek az a célja és az a relevanciája, akárha itt a magyar viszonylatokat tekintjük, hogy elkezdődjön egy olyan párbeszéd a generációk között, amit hasznosnak találunk, ami alapján el tudjuk dönteni azt, hogy ha együtt dolgoznak az X, az Y és az Z generáció képviselői, akkor ők hogyan tudnak együttműködni, hiszen nagyon fontos, most a munkaerőpiacon 4 generáció is együtt dolgozik, és az, hogy őket hogyan tudjuk összhangba hozni, az mindenképpen rajtunk múlik, hiszen mi magunk is részesei vagyunk ennek, figyelve arra, hogy mit tudunk egymástól tanulni. Azt gondolom, hogy a HR szakmának egy fontos kihívása az, hogy ezeket hogyan tudja menedzselni majd. A szakdolgozati kutatásomat is ebben a témakörben írtam. Azt vizsgáltam, hogy a HR szakmának milyen perspektívaváltásra van szüksége. Megfigyeltem, hogy a különböző generációk mit gondolnak saját magukról, szerintük vannak-e generációs különbségek, és ha vannak, akkor ezeket a különbségeket hogyan lehet csökkenteni, egyáltalán mik azok, amik ezeket a különbségeket okozhatják, és milyen megoldási javaslatokkal rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy ez a témakör azért nagyon fontos, mert folyamatosan tapasztalható, akár ha nem csak a vállalati szférát tekintjük, magánéletben is, ha már csak a szülő-gyerek kapcsolatokat nézzük meg. Ugye a gyerekként azt gondoljuk, hogy anyukánk miért ideges, miért szól bele ennyire dolgokba, szülőként pedig azt gondolhatjuk, hogy miért nem érti meg a gyerekünk azt, hogy mi miért szeretnénk neki ezt elmondani. Ez alapján, hogyha ezt mind-mind figyelembe vesszük, meg kell néznünk azt is, hogy ez milyen hatással van ez a munkaerőpiacra. Ugye tudjuk, hogy nagyon fontos munkaerőpiaci hatások jelennek meg most is napjainkban. Például a KSH adatai szerint a magyar népesség évi átlag 35 ezer fővel csökken. Ezen kívül a nyugdíjasok aránya 2060-ra duplázódni fog, míg ezzel párhuzamosan a munkaképes korúak aránya pedig csökkenni. Ez ugye mind-mind azt mutatja nekünk, hogy az, hogy azok a generációk, akik ott dolgoznak a munkahelyeken, dolgoznak értünk, velük mindenképpen foglalkoznunk kell. Mi az a hatás, amit várhatunk? Azt várhatjuk, hogy azok a tehetségek, akiket a vállalati szférába szeretnénk bevonzani, őket nehezebb lesz megtalálni. Rengetegszer találkozik a mai világban a HR szakma azzal, hogy az interjún nem az a jelölt ül velünk szembe, akit mi szeretnénk felvenni a cégünkhöz. Vagy egyáltalán vannak olyan szakmák, ahol nem csak, hogy nem az a jelölt ül velünk szembe, hanem egyáltalán nem is találunk jelöltet arra a pozícióra, amit mi meghirdetünk. Ez mind-mind olyan fontos probléma, amivel a generációk együttműködésében tudnánk dolgozni, és fontos lenne, hogy erre figyeljünk. De kik is ezek a generációk? Ugye beszéltem arról, hogy X-esek, Y-osok, Z-esek, és hogyan vagyunk együtt a munkaerőpiacon. Az X generációsok az a korosztály, akik a mai 55-37 éves korosztály. Körülbelül az én szüleim is X generációsok. Őrájuk azt halljuk nagyon sok helyen, hogy ugye ők úgymond az átmeneti generáció. Ők akkor váltak felnőtté, amikor a rendszerváltás volt. Őket technológiai értelemben digitális bevándorlóknak nevezzük, hiszen találkoztak a technológiával, de nem akkora mértékben, mint az őket követő generációk. Ezután jön az Y generáció, aminek én is a képviselője vagyok. Ők a 37-22 éves korosztály képviselői.
Ugye a fiatal felnőttek és a most végzős egyetemisták. Miket hallani rólunk? Ugye az elején már említettem, hogy nagyon sok olyan dolgot, amivel én nem értek egyet. Például hallani az Y-generációsokról az, hogy nagyon sokszor csapatban szeretnek dolgozni, és az egyéni munkában nem élik ki annyira magukat. Képzeljék el, tegnap volt az első olyan órám az egyetemem, ahol azt mondta nekünk a tanárunk, hogy önfejlesztéssel fogunk foglalkozni. Az elmúlt 5 évben, már 5 éve járok egyetemre, minden egyes órán azt tapasztaltam, hogy csapatban dolgozzunk, nagyon jó úgy, hogyha együttműködünk, és ez mennyire jó, ha ezt fejlesztjük. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan témakör, ami által nyilvánvalóvá válik az, hogy miért szeretünk csapatban dolgozni, hiszen ha 5 évig ezt tapasztaljuk, akkor ez úgymond a részünké válik. Mit mondanak még rólunk? Mondják azt is, hogy különlegesek vagyunk, hiszen a mi generációnkra figyeltek a legtöbbet a szüleink. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan témakör, ami a szülő és gyermek kapcsolatokon múlik, és nem gondolnám, hogy ez egy olyan generációs jellemző, ami úgymond rosszul sülhetne el, hiszen hogyha egy gyermek azt hallja az egész élete során, hogy a szülei jobb jövőt szánnak neki, és ezért dolgoznak, akkor ő is ezáltal azzá válik, hogy ezért tudjon plusz tevékenységeket végezni. Ezután pedig jön a Z-generáció, most az öcsém korosztálya, ők azok a korosztály, akik most a 21 és 7 éves korban élnek. Őket már technológia alapján úgy nevezzük, hogy digitális benszülöttek, hiszen ők már úgy születtek, hogy telefonnal, tablettel ezekkel kommunikáltak. Nagyon sokszor van, hogy az öcsémmel úgy kommunikálunk, hogy a másik szobából felhív telefonon, hogyha szeretne valamit, és ez úgy gondolom, hogy ez is leírja azt, hogy mi milyen más kommunikációs sémákat alkalmazunk. És akkor mi is van ezekkel a generációkkal? Utánunk jön majd az alfa, akik most a 7 éves korosztálytól, akik most születnek. Velük majd mi lesz? Egyáltalán elgondolkodunk-e azon, hogy miért alfának nevezik ezt a generációt? Valaminek az eleje, vagy valaminek a vége lesz majd? Nem lehet még tudni, hogy rájuk mi lesz majd jellemző. Az mindenképpen fontos, hogy ezek a generációk, akik majd együttműködnek a munkaerőpiacon, őket ezen jellemzők mentén hogyan tudjuk összhangba hozni. Ez alapján fókuszálva a szakdolgozati kutatásomat már említettem, az Y és a Z generáció kutatására szenteltem, és azt akartam megvizsgálni, hogy mit gondolnak a generációs különbségekről. A generációs különbségek mit is jelentenek? Generációs különbség alatt azt értjük, hogy van egyfajta szocializációs hatás, egyfajta történelem, amiben az adott nemzedék képviselői felnőnek, és ezen szocializációs hatások mentén más viselkedési formákat vesznek fel. Hiszen más korban születtek, más ingerek érték őket, és más olyan tényezőket kellett megélniük, mint az előtte lévő generációknak. Én azért fókuszáltam az Y és a Z generációra, mert nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy akik a szakmában erről véleményt alkotnak, ők idősebbek, és nem biztos, hogy a mi szemszögünkön keresztül is tapasztalják ezt a fajta kérdéskört. Én szerettem volna megvilágítani azt, hogy mi hogy látjuk ezt, mi hogyan élünk ebbe, és mi miért viselkedünk így. Az Y és a Z generáció képviselőit megkérdezve, szerettem volna tudni tőlük, hogy vannak-e generációs különbségek, mit tapasztalnak az eddigi szervezeti működésük során. Mit gondolnak, hogy hány százalékuk válaszolta azt, hogy van generációs különbség, ők tapasztaltak ilyet? Csak költői kérdés. 80%-uk mondta azt, hogy ez így van, ami szerintem egy rendkívül magas szám. Főleg abból kiindulva, hogy ugye az Z-generációsok még nem is dolgoztak szinte munkahelyen, most fognak végezni az egyetemen, és már azt tapasztalják, hogy vannak generációs különbségek. Aztán ezután megkérdeztem őket, hogy oké, vannak generációs különbségek, de miért? Mi az oka annak szerintük, amiért generációs különbségek megnehezítik az együttműködést? Az első tényező, amiben azt gondolják, hogy generációs különbségek vannak a munkahelyen, az volt, hogy nem alakul ki megfelelő bizalmi szint a generációk között. Tehát úgy érzik, hogy nem tudnak megbízni ugyanúgy az X-generáció képviselőiben, mint ahogy saját generációjuk képviselőiben megbíznának. A másik ilyen generációs különbség, ami szerintük megnehezítheti az együttműködést, az az, hogy a szaktudás átadására való nyitottság, szorgalmazás az nem jelenik meg úgy az együttműködésben. Tehát nem tudják számukra biztosítani azt, hogy az a fajta tudás, amivel a különböző generációk rendelkeznek, az együttműködésre sarkalhassa őket. Mert mit is tapasztalunk? Míg egy X-generációs lehet, hogy fennáll a veszélye, majd később elmegy úgy nyugdíjba, hogy vannak kiaknázatlan képességei,
amiket nem tudtak átadni a következő generációknak, vagy pedig jön egy Y-os és egy Z-generációs, és ő pedig olyan új technológiákat ismer, ami hasznára lehetne a vállalatnak, de mivel nem működnek együtt, ezért nem valósul meg ez a fajta tudásátadás. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező. A másik ilyen témakör pedig abban tértek el, hogy mi az a fajta megoldási javaslat, amiben ők, amit javasolnak a generációs különbségek csökkentésére. Az X generáció abból adódóan, hogy munkahelyen dolgozik, a stressz csökkentését javasolta. Úgy gondolom, hogy ez nem egy meglepő témakör. Az Y generáció azt javasolta, hogy mentor programot alakítsanak ki a munkahelyen, tehát szeretne tanulni az előtte lévő generációtól, szeretné, hogy együttműködjenek. Az Z generáció pedig azt javasolta, hogy legyenek különböző képzési programok. Azért, hogy a generációs különbségeket csökkentsék. Úgy gondolom, hogy ez abból adódhat, hogy ők még jelenleg az iskolai rendszerben nevelkednek, tehát azt a részt tapasztalják, hogy különböző képzések által fejlődnek. Ez mind-mind olyan témakör, amin fontos elgondolni, hogy ha már a megoldási javaslatban nem értünk egyet, akkor mi az, amit majd alkalmazni fogunk. És akkor hol van még az, hogy beszéljünk arról, hogy vannak generációs különbségek, a generációk egyetértenek dolgokban vagy nem. Én inkább azt tapasztalom, hogy generáción belül is vannak különbségek, és igenis megjelennek mikrogenerációk, vagy olyan kisebb csoportok, vagy pedig azon belül egyének, amit szükséges lenne, hogy megértsünk. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom a vállalatoknak, hogy azon felül, hogy különböző általános információkat és általános ismertetőjegyeket megjegyeznek, és erről tudnak magyar viszonylatok alapján. Azon belül nagyon fontos, hogy az adott munkavállalót, aki az ő cégükben működik, őt egyénileg is megértsék, és tudják azt azonosítani, hogy ő miért olyan, amilyen, és miben hasonlít a saját generációjához és az előtte lévő generációhoz. Ezen belül pedig, hogy megvizsgáltuk az Y és Z generációt, szeretném bemutatni, hogy azt a generációt, amit lustának, határidőmentesnek és felelősségvállalásmentesnek ismerünk, azt én hogy látom? Én úgy gondolom, hogy az egyetemisták egyfajta aktivátorokként működnek, és nagyon sok olyan plusz tevékenységet vállalnak, ami azon felül, hogy egyetemre járnak, kiegészíti őket a fejlődésben. Mit tapasztalok én? Ugye? Legtöbben egyetemre járunk, tanulunk, iskolában vagyunk. Ezen felül mit csinálunk még? Nagyon sokan dolgozunk, gyakornoki munkákat is vállalunk, akár multinacionális vállalatoknál, vagy kis- és középvállalkozásoknál. Na de mi van még? Sportolunk is, mert hát ne hanyagoljuk el a testünket. Mi csinálunk? Még azért van egy szociális életünk is, hiszen szeretünk a barátainkkal lenni, szeretünk ismerkedni. És ezen kívül van egy ötödik tevékenység, ami szerintem a legfontosabb, az pedig a diákszervezeti élet, ahova csatlakozunk. Úgy gondolom, hogy az, hogy vannak diákszervezetek az egyetemen működve, ez egy olyan pluszt adhat az egyetemistáknak, ami nagyban kiegészítheti az ő fejlődésüket. Képzeljék el, hogy a Corvinus Egyetemen, ahova én járok, közel 50 diákszervezet van. Különböző szakmákra, különböző tevékenységekre specializálódva. Ez mind-mind azt jelenti, hogy abban az 50 diák szervezetben, már ha csak mindegyikben vagyunk 20-an, már mennyi embert jelent ez, akik pluszban tevékenykednek azért, hogy fejlődhessenek. Mire is épül az, hogy valaki diák szervezeti tag? Úgy gondolom, hogy két fontos pillére van ennek. Az egyik az, hogy valaki szakmai fejlődést szeretne elérni, a másik pedig az, hogy egy olyan közösséghez szeretne tartozni, ahol azt gondolja, hogy ő olyan kapcsolatokra tehet szert, ami későbbiekben ő akár barátilag, vagy akár szakmai téren előre viheti. Amikor én megalapítottam a diákszervezetemet, akkor annak az volt a célja, még fogalmam sem volt, hogy mibe fogok belevágni, de azt tudtam, hogy mi a célom ezzel. Szerettem volna egy olyan közösséget, ami Magyarországon még nincs, a HR szakmában, a fiatalok fejlesztésével kapcsolatban. Másrésztről pedig szerettem volna, hogy úgy legyünk mi együtt, hogyha későbbiekben akár elhelyezkedünk, ha a HR szakmából, ha nem, de hogy az a tudásmegosztó fórum megjelenjen, amit nagyon sok vállalat életében hiányolok. Úgy gondolom, hogy ezt a mostani egyetemisták tudják megteremteni, hiszen mi vagyunk a jövő generációja, rajtunk múlik a jövő. A diákszervezeti élet tekintetében hogy is néz ki az, hogy valaki szakmailag és közösségileg tud fejlődni? A szakmaiságon belül nagyon fontos témakörök vannak, amik megjelennek egy diákszervezet életében, ugyanúgy, mint egy vállalat életében. Volt egy konferencia előadásom, amit azzal a címmel kezdtem, hogy működtesd úgy a céged, mint a diákszervezetet. Szeretném megmutatni, hogy miért gondolom, hogy ez fontos, és mik azok a témakörök, amikben a fiatalok ezt megtanulhatják. A szakmai dolgokon belül
ugye mi ott vagyunk 50-en diákszervezetek, egyfajta kis piac, ahol ugyanúgy versenyeznünk kell az új tagokért, ugyanúgy meg kell küzdenünk azért, hogy a legjobb embereket, a legtehetségesebbeket bevonzuk. Hogy is néz ez ki? Egy egyetemista a mai világban úgy tájékozódik, hogy megkérdezi a szaktársait. Megkérdezi azokat, akivel ő jóban van, hogy szerintem melyik az a diákszervezet, amiről ő jókat hallott, és legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy amikor az interjún ülnek velünk szembe, akkor azt mondják, hogy én nekem az ismerősöm ajánlott a diákszervezeteket, és ezért szeretnék oda csatlakozni. Az esetek körülbelül 80-90%-ában ez a válasz, hogy itt ismerkedtek meg velünk. Vagy pedig, ami szintén nem meglepő, hogy a Facebook oldalunkon szintén megtaláltak minket. Hogy néz ki a kiválasztás? A kiválasztás során nagyon sok diákszervezet kér jelentkezési lapot, önéletrajzot, motivációs levelet. Nálunk még értékelőközpont is van, tehát körülbelül 2-3 órán keresztül velünk vannak, és különböző feladatok és interjúk mentén mérjük fel azt, hogy ki az, aki igazán közénk való. Mit nézzünk? Nézzük azt, hogy az adott egyén mennyire magabiztos, mennyire érti a szakmai kifejezéseket, egyáltalán képes-e arra, hogy ebben a szakmában fejlődjön, és figyeljük azt is, hogy szervezetileg a mi kultúránkba hogyan tud illeszkedni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kiválasztási rendszer, ami elég kemény, és nagyon sokszor megküzdenek ezzel a fiatalok, de látható, hogy a vállalatok életében is nagyon sokszor így működik, ebben is nagyon hasonlóak. Utána lévő dolog pedig az, hogy milyen képzéseket és programokat tudunk kínálni nekik. Nálunk ez úgy néz ki, hogy részt vesznek egy alapozó kurzuson, szakmailag fejlődnek, egyfajta közös alapot kapnak, hiszen más szakokról jönnek, nem csak HR, vannak pszichológus, informatikus, mindenféle szakról tagjaink. Tehát fejlődnek az alapozó kurzuson, ezen kívül az igényeik szerint munkacsoportokat szervezünk, az alapján, hogy ők mit szeretnének tanulni. Aztán pedig, ha megvannak a munkacsoportok, még készségfejlesztő tréningekre is járnak, és ezen kívül pedig vannak ilyen fakultatív tevékenységek is, amit választhatnak. Tehát akár szakmai vitát rendeznek azért, hogy ők megvitassanak egy szakmai témakört, vagy nyilvános előadást, hogy az egyetem többi hallgatója is egy témáról értesüljön. Úgy gondolom, hogy ez mind-mind olyan dolog, hogyha egyrészt megfigyeljük azt, hogy ezt teljesen önkéntesen teszik, és csak azért, hogy saját magukat fejlesszék, az egy elismerésre méltó dolog. Hova tovább? Hát nyilván oda, hogy vannak előrelépési lehetőségek. Hogyha valaki diákszervezeti tag, akkor jelentkezhet akár egy vezető segítésére is, aki jelenleg a diákszervezetben működik. Úgy ott már nagyon sok mindent tapasztalhat. Később lehet alelnök vagy elnök is, és az már azt jelenti, hogy elnökként 25-30 ember koordinálásáért felel. A tanácsadói munkám során az első ilyen élményem az az volt, hogy egy ügyfél napon megkérdezte tőlem az egyik X-generációs ügyfelünk, hogy mondjam már meg neki, miért hallja interjú nagyon sok Y-ostól azt, hogy vezetők akarunk lenni. De igazából itt van rá a válasz szerintem, hogy nagyon sokan abban szocializálódunk, hogy már egyetemen megtapasztaljuk azt, hogy milyen 25 főt irányítani, vagy milyen 30 főt. Ami azt gondolom, hogy ezután, hogyha ebben egy, másfél vagy két évet eltöltünk, akkor nem egy olyan meglepő dolog, hogy utána, ha kikerülünk az egyetemi életből, akkor azt mondjuk, hogy igen, én ugyanúgy vezető szeretnék lenni, hiszen megízleltem azt, hogy ebben mi a jó, hogyan tudok inspirálni másokat, hogyan tudok hatást gyakorolni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. De milyen vezetők is válhatnak belőlünk, hiszen az lesz a jövő, hogy majd a mostani Y-osok és később az ések fognak vállalatokat vezetni, vállalatokat irányítani, vagy új vállalatokat építeni. Hogy is néz ez ki? Képzeljük el, nagyon sokan gondolom látták már Miranda Presley-t az Ördög Prádát visel című filmből. Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon szigorú főnök volt. És valószínűleg, hogyha a mostani Z-generációsokat szeretné megkérni arra, hogy jelentkezzenek hozzá asszisztensnek, akkor nem biztos, hogy jó dolga lenne, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a mostani Z-generációsok, ha vezetővé fognak válni, kutatások alapján sokkal kevésbé lesznek szabálykövetőek, és sokkal kevésbé fogják igényelni azt a külső és belső struktúráságot, amit most akár az X vagy a Baby Boom generáció képviselői képviselnek a vezetői pozícióban. Mit hoz még ezzel az Z-generációsok vezetővé válása? Hozza azt is, hogy nagyon fontosak lesznek a megérzések, az, hogy a személyes jelenlét hogy jelenik meg a vezetői szituációkban. Tapasztaljuk azt, hogy rengeteg cégnél bevezetésre került a home office, és ugye heti egy nap otthonról dolgozhatnak az emberek. De maga az, hogy a kommunikáció ezáltal milyen fontossá válik, hiszen kevesebb lesz a személyes jelenlét, kevesebbszer találkoznak egymással a vezetői, beosztotti pozícióban lévő emberek.
hogy fognak ők kommunikálni. Főleg azáltal, hogy az Z-generációsok, mivel a megérzéseik magasabb értékre fognak nőni, ők ezt hogy fogják megélni, ezt a személyes jelenlét csökkenését. Mindenképpen egy érdekes téma lesz. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy az újszerű vállalatmenedzsment tekintetében beleláttunk egy kicsit abba, hogy a Z-generációsok és az Y-generációsok hogy működnek, mit tanultak, hogyan fejlődtek, ezáltal egy újfajta perspektíva is megnyilvánulhat bennünk, már csak hogyha akár szülőként a gyerekeinkkel beszélgetünk, vagy azáltal, hogyha a vezetői pozícióban nem értjük meg az alattunk lévő alkalmazottakat, hogy miért viselkednek így, mi ez a sok-sok minden, amit ők szeretnének, akkor ez mind-mind olyan témakörökből adódhat, hogy mit hoztak magukkal. Én azt gondolom, hogy az a párbeszéd, ami elindulhat a generációk között, és itt akár tényleg, akár vállalati, akár magánéleti szempontból, az nagyon fontos, hiszen ha megtapasztaljuk azt, hogy a mostani Z és Y generációsok tényleg aktivátorokként tudnak működni, és rengeteg tevékenységet vállalnak, akkor miért is kérdőjelezzük meg azt, hogy ők jó vezetők lesznek-e a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Sáfár József kutató a magyar táviró igaz történetét meséli el. Előadásából megtudhatják, hogyan jött létre a magyar távíróhálózat, és milyen szerepet játszott az első világháború végéig. Ha velünk tartanak, egy igazi időutazás részesei lehetnek.